Az átépítés ideje alatt ideiglenesen használt önkormányzati telephelyen várta Rimóci Sándor polgármester, a Gödöllői kapitányságvezetőt, a kistarcsai ősparancsnokot, valamint a falu számára főszereplőnek számító Zékány Balázs törzszászlóst körzeti megbízottat. Íme a gépjármű, amely használt ugyan, de rendkívül jó állapotú. Ezt az önkormányzat vásárolta meg abból a célból, hogy megkönnyítse vele a falu körzeti megbízottjának dolgát. Használjátok egészséggel. Nagyon szépen köszönöm. Magam, családom és az önkormányzat nevében ezen látogatom a varázskulcsot. Ez fogja elindítani ezt a gépjárműt. Köszönjük, köszönjük. Én meg azért továbbadom a kollégának, mert leginkább meg ő fogja használni. Immár a szolgálatinak számító terepjáróval érkeztek a rendőrök a Millennium utcán át a Honfoglalás utca elejére, ahol a nagytarcsai vagyonkezelő által korábban használt irodaépület átadás átvételére került sor. A rendőrök megállapították, hogy a helyiség tökéletesen alkalmas a rendőr irodai munkájára, fogadóóráinak megtartására. Az átadás után Bozsó Zoltán rendőr dandártábornokot kérdeztük az esemény jelentőségéről. Nagy tisztelettel köszönjük Nagytarcsának azt a segítséget, amit kaptunk a gépjármű adományozásról, illetve a körzeti megbízott irodának a létrehozásával, illetve a megvalósulásával. Ugye pont mögöttem lehet látni azt a körzeti megbízott irodát, ahol a kolléga szolgálatot fog tudni teljesíteni, illetve most már megvan az időpont is, hogy a hónap utolsó szerdáján délután lesznek a fogadóórák, tehát bármikor ebben az időszakban lehet hozzá fordulni, illetve azokon a telefonszámokon, amiket majd nyilvánosságra is fogunk hozni, a későbbiekben is bármikor lehet őt keresni. A gépjármű az pedig nagyban segíti a körzeti megbízottnak a szolgálteljesítését, a mozgását, az, hogy a településen tulajdonképpen a nap 24 órájában, hogyha bekövetkezik valami esemény, és hívják őt, akkor a terepviszonyoktól függetlenül úgymond most már meg tudja közelíteni a helyszíneket, és tud segíteni az itt lakó embereknek. Hasonlóképp fontosnak véli az együttműködés eme lépcsőfokát Rimóci Sándor polgármester is. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm a tévénézőit, különös tekintettel Nagytarcsai honfitársaimra. Abban az alkalomból vagyunk itt, hogy a közötti megbízott irodát adjuk át, és a Nagytarcsa község önkormányzatának adományát, a gépkocsit. Sok-sok évtizedes hiátus szűnik ezzel meg. Végre van körzeti megbízottunk. Senkit, legalábbis az olyanokat, akikhez betörtek, vagy valami erőszakos bűncselekmény áldozatai, azokat nem vigasztalja az a tény, hogy Nagytarcsa Pest megye bűnügyi térképén egy fehér folt. Nagyon bízom benne, hogy azzal, hogy a körzeti megbízott iroda létesült, és jelenlétével riasztólag foghatni a bűnelkövetőkre. Az ünnepélyes percek után az ülésteremben folytatódott a program, ahol a Nagytarcsai Képviselőtestület ülésének első napi rendi pontjaként megvitatta a Gödöllői Rendőrkapitányság elmúlt évi tevékenységéről benyújtott jelentést. Az írásbeli dokumentumhoz a kapitányságvezető szóbeli kiegészítést fűzött. Nagytarcsára ami jellemző az, hogy a 2012-es évhez viszonyítottan a betöréses lopásoknak a száma az csökkent. 2012-ben 23 olyan bűncselekmény volt, ami Nagytarcsához köthető, 2013-ban 19, tehát 4-jel kevesebb betöréses lopás. És ha ezen belül egy picit boncolgatjuk a számokat, akkor azt lehet látni, hogy ebből a 19-ből 8 volt az, ami lakásbetörés, egy hétvégi ház, 2 garázs és 8 egyéb hely. Az egyéb hely kategóriában tartozik többek között mondjuk, amikor egy vállalkozáshoz törlegve, tehát büntetőjogilag, illetve kriminalisztikai fogalomba véve nem lakóhely kategóriába tartozom. Én azt gondolom, hogy az mindenféleképpen örvendetes, hogy ebben csökkenő tendencia van, és amiről már beszéltünk is ugye korábbi években, a körzeti megbízottnak a szolgálatba állítása, és ez ugye az elmúlt évben már sikerült, és a Balázs most már azt gondolom, hogy teljes elánnal tud a településen dolgozni. Remélem, hogy hozzá fog járulni a további csökkenéshez is. Ugye Nagytarcsának nem volt körzeti megbízottja korábban, ugye erről beszélgettünk, és az elmúlt időszakban, az elmúlt évben sikerült megvalósítani, és én azt gondolom, hogy a Balázs személye is garancia arra, hogy jól végezze itt a munkáját, hiszen ő egy kitűnő szakember, és nem véletlen az, hogy néhány nappal ezelőtt léptették őt elő egyébként soron kívül egy ügynek a sikeres felderítésében nyújtott teljesítménye alapján. A
önkormányzat is nagyon kitett magáért, tehát hogyha mondhatom azt, hogy a körzeti megbízottat mi bevállaltuk, hogy mi megteremtjük azt, hogy legyen körzeti megbízott nagy tartsán, tehát ennek a háttér dolgait az állománytáblába, illetve a személy kiválasztásába, ezt a mi részünkről megtettük. Az önkormányzat ugye segítette most már a munkánkat, segíti a mi munkánkat azzal, hogy éppen néhány perccel ezelőtt megkaptuk azt a gépjárművet, amivel a körzeti megbízott tud szolgáltat teljesíteni, illetve megtekintettük azt az irodát, ahol a körzeti megbízott majd a fogadó óráit is fogja tudni tartani. Természetesen már eddig is, de ezután is a nyilvánosságra fogjuk hozni azokat a telefonszámokat, azokat az utolérhetőségeket és azokat az elérhetőségeket, ahol a körzeti megbízott rendelkezésére áll a településen lakóknak. Minden nemű, úgymond közbiztonsági kérdés körbe, tehát lehet hozzá majd fordulni. Úgyhogy külön köszönöm polgármester úrnak is, illetve az önkormányzatnak is, hogy segítette a munkánkat, illetve a körzeti megbízottnak a munkáját azzal, hogy komfortosabbá, illetve mobilizálhatóvá tette ezt a fajta szolgálatot. A testület elismerően vélekedett a rendőrség munkájáról, és egyhangulag elfogadta a jelentést.